Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. Hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, és mondjuk visszatekintünk fiatal vagy éppen ifjú korunkra, akkor nagyon sokszor álmodoztunk, azt gondolom a fiatalok nagy része arról, hogy milyen, hogyha az ember híres, mennyi előnye van, mi lehet a hátránya, de nyilván fiatal korban inkább mindig az előnyét szoktuk ennek kiemelni, hogy milyen érzés, amikor színpadon állunk, vagy az utcán megismernek minket az emberek, oda jönnek kedvesen. Nagyon-nagyon sok előnye van, és persze van rengeteg árnyoldala is ennek a szakmának. Háromféle ember van ebből a szempontból, aki befutott, akit egyáltalán nem érdekel, és aki mondjuk már rajta van az ösvényen, és ott áll mondjuk feltételezhetőleg a befutás küszöbén, mert egy ilyen embert, egy ilyen fiatal embert, Szigeti Mátét, művész nevén Esmétet hívtam meg, akit köszöntök nagy-nagy szeretettel, szia, köszöntelek! Szia, köszöntelek titeket! Sziasztok! Első kérdésem az lenne, köszönöm a meghívást! Hát nagyon-nagyon szívesen. Első kérdésem rögtön az lenne, hogy amit említettem a beköszönésben, sokan álmodoznak arról fiatal korukban, tiniként akár, és így megmondom van, őszintén, igen. Volt ilyen nekem is, hogy azon voltam, hogy egy együttest, egy bandát csináljunk, és nagyon sok minden megvolt hozzá, más kérdés, hogy bizonyos okok miatt nem lett belőle semmi. És elképzeltük akkor, milyen érzés a színpadon állni rengeteg ember előtt. Na milyen érzés, ugye te kevés ember előtt, több ember előtt, milyen érzés, hogy tudnád ezt leírni? Hát így van, hát végül is én gyerekkorom óta erről álmodoztam. Uh-huh. Hát 2013 óta kezdtem el így komolyabban foglalkozni ezzel az egésszel. Uh-huh. Hát előtte is végül is próbálkoztam, de csak otthon a szobám falai között. Tükör, sprésdoboz, így van, hajlakos doboz. Ami volt éppen. Ami volt, így igen. Van. És hát úgy döntöttem, hogy ugye benne voltam egy párkapcsolatban is, és 2013-ban szakítottunk. Igen. Akkor döntöttem úgy, hogy elkészítem az első zenét, amit így a nagy közönségnek is megmutatok. Ennek lett a címa az Elhagytak, igen? Stílusosan. Igen, mi más ami fel is került a videó megosztókra, és hát sikerrel azért akkor nézegették az volt az első ilyen nagyobb siker. Uh-huh. Egyébként azt szokták mondani, hogy az igazi jó dalok akkor születnek, és általában a szomorú, melankolikus dalok, amikor az embert elhagyják, van egy nagyon nagy szerelmi így bánata, így na akkor az ember, na majd én megmutatom neki, mert akkor ugye, hogyha esetleg téged dobtak ki, még tart a nagy-nagy szerelem, de én megmutatom, híres leszek, hogy milyen rosszul járt ez a csaj, hogy engem kidobott, gondolom, akkor volt ilyenfajta motiváció is benne. Volt, persze, hát mondom, ennek hatására döntöttem úgy, hogy elég mindenből, és akkor, uh-huh. És akkor megírom ezt a számot, és végül is akkor ki is jött ez a zene. Aha. Amikor felmész a színpadon, amikor előadtad ezt a dalt, akkor milyen érzés? Tehát megvan az elképesztő izgalomérzés, hogy az embernek ott van a torkában a szívó, hogy leszokták érni, mint amikor találkozik tényleg a szerelmével. Ez megvan mindenkinél egyébként? Ő meg. Tehát amikor ezt a számot előadom, akkor sajnos, vagy szerencsére visszajönnek a régi emlékek. Aha. Igen, azért ezt nem is sűrűn szoktam előadni a színpadon ezt a számot. Majd, hogyha nézi mondjuk az a hölgy ezt a tévéműsort, akkor esetlegesen mondjuk gondol ezt a szavaz, de persze nem hát menjünk bele, mert ha van esetleg most kapcsolatod, akkor hát abban, hogy szoktuk mondani, ugye a modern terminus technikusza kicsit belekeverne. Te most rengeteg profival, híres emberrel dolgozol együtt, nyilván sokat is beszélgetsz velük. Náluk is megvan ez az izgalom, aki már mondjuk 20 év, vagy 25, vagy éppen régebb óta fenn van, beszélnek erről, hogy azért... Hát igen, több emberrel beszéltem, hát... Ugye felmennek a színpadra, uh-huh. ott nem látszik, hogy igen. Valamelyest izgulnának, de előtte én beszélgettem velük, ugye, mielőtt felmentek igen. a színpadra, és hát elmondták, hogy azért ők is izgulnak, egészen addig, amíg fel nem mennek a aha. színpadra, és akkor ott megszűnik. Persze, azt gondolom, hogy megszűnik ez is inkább gyakorlat kell, igaz, hogy minél többet vagy a színpadon, annál jobban elmúlik ez a fajta igen. érzés. Ugye rádiósként nyilván ezt azért én is tudom, illetve tévésként is, mikor volt az első, nem tudom, 4-5 darab műsor, elképesztő izgalom, utána pedig már ugye nagy-nagy természetességgel űzzük mi is ezt a szakmát. Így van, igen. Ugye most jelenleg egy tehetségkutatóban szerepelsz, most név nélkül természetesen. Így van, igen. Mit kell erről, mit érdemes erről tudni? Hát tavaly novemberben küldtem be a zeneszámot, egy mulatos zenét küldtem be. Igen. És akkor hát több ezer jelentkező volt, igen. vagyis hát több ezer pályázó. Igen. És hát ugye novemberben küldtem be, és januárban jött a válasz, hogy akkor mehetek a válogatóra. Uh-huh, uh-huh. Ott hát 100 ember volt, szerintem, jól tudom. Igen. És akkor én ugye a mulatos zenét küldtem be. Uh-huh. De tettem bele egy csavart, és meggondoltam magam, hogy mert igen. pont akkor készült el a legújabb zeném, a Térerő, ami igen. fenn van a YouTube-on is. Igen, igen. Akkor készült el, és arra gondoltam, hogy inkább azzal fogok fellépni ott. Ha.
És akkor meglepődtek, gondolom, mert ugye neveztél egy mulatossal, mondjuk, amiatt én ismerlek, azért téged régebb óta ismerjük egymást, és beszélünk majd arról a zenéről, irányzatról, amit képviselt, hogy tud mondjuk egy olyan ember, aki mondjuk tök más műfajba utazik, mondjuk mulatos dalt, vagy mulatos jellegű dalt csinálni. Itt az egész, ez úgy jött, hogy ugye tavaly novemberben, amikor jelentkeztem, igen? Akkor volt egy céges fellépésem, igen? És akkor ott előadtam 3 vagy 4 saját zenét, igen? És akkor hát azt kérték, hogy azért ne legyen ilyen csak rap, meg csak hip-hop, igen? És akkor hát úgy gondoltam, a végére teszek bele még kettő mulatos. Aha. És azt a saját szerzeményed, te szerezted ezeket a mulatosokat, vagy Nem, ez feldolgozás. Uh-huh. A rap zenék azok saját szerzemények, uh-huh. És akkor én arra tettem bele egy kis fűszert, és úgy uh-huh. gondoltam, hogy a végére lesz 2 mulatos. És akkor ugye kijött pont akkor az a felhívás, hogy igen? A tehetségkutatóba keresnek aha. ilyen zenészeket, és akkor azt a mulatos felvételt küldtem be. Aha, és akkor megtetszett nekik? Megtetszett nekik, behívtak, és ugye ott beletettem a csavart, hogy nem azt a... És akkor megviccelted őket. Megviccelted őket. Igen, és akkor gondolom, meglepődtek mindenki szájtátva, igen, hogy mit csinál itt ez az ember. Ugye beletettem ezt a kis fűszert, és kicseréltettem a zenét, így mm-hmm. nagy rafináltan. Igen. És hát de jó tetted, úgy látszik. Jó tetted. Ugye most már azért zajlanak ezerrel a megmérettetések ezen a így csatornán. Van, most már melyik részénél jártak úgy nagyjából? Hát ő jelenleg tovább jutottam, a közém döntőbe vagyok mm. jelenleg. Mm-hmm. Még lesz egy középdöntő adás, igen? És akkor utána 20 ember kerül az igen? elődöntőbe, majd egy hét múlva már csak 10 ember lesz, és akkor lesz a döntő, tehát végül is. Uh-huh. Még egy hét van. Igen, vissza. Igen, akkor gondolom nagyon nagy az izgalom, és akkor végig ugyanazzal a dallal kell végig csinálni. Ő nem, különböző. Tehát uh-huh. ezzel az előbb említettem a Térerő nevű, igen? vagy című zenével, uh-huh. ugye kerültem be a 50-56 ember közé, és akkor még aznap volt a felvétel, igen. Az meg a középdöntő uh-huh. felvételek voltak, de mindig más zenét adok elő, és mindig saját szerzemény. Uh-huh. És ez élő, tehát ez nyilván élőben kell, persze, tehát nem persze. Playbackről, ezt élőben persze. kell, a zenei alap gondolom az megy felvételről, így van, és te meg persze ráreppeled a kis hát esetleg a refrénben hagyjuk, uh-huh. Igen, meg a vokális részek, hogyha vokális részeket, aztán uh-huh. a többi az élő. A többit pedig élőben kell nyomni színpadon. Ugye azért mondtam itt a kedves nézőknek, hogy hát ismerlek téged, és tudom, te inkább a rap műfajban utazol, igen, és kicsit is mondjuk a idézőjelben keményebb rapben, mondjuk összehasonlítva mondjuk a Well Hello valamiben szintén vannak rapbetétek, és mondjuk, hogyha nem nagyon szakszerűek maradunk, de mégis a rap kategóriába soroljuk őket, egy kicsikét azért a keményebb rappet képviseled, én azt gondolom, hogy hallgatom a dalaidat, viszont amit észrevettem a dalaidon, hogy egyre jobban lágyul, és inkább megy a slágeres rap felé, ezt jól látom? Hát úgy gondoltam, ugye hatnak rám a többi előadók persze. is, mint úgy magyarok, mint külföldiek. Hát úgy gondoltam először, hogy én is ebbe a keményebb uh-huh. stílusba fogok szerepelni, de aztán hát most hál' Istennek a tehetségkutatónak is köszönhetően megtaláltam a saját stílus, tehát ilyen lehet rá táncikálni, igen. táncikálni, mulatozni, igen. de közben meg rap. Persze. Tehát az nagyon fontos, az ember jól készítettünk, tudja magát. Készítettünk keményebb rappeket is, de hát az majd a jövő kérdése. Hogy persze, az majd később a jövő, hogyha tényleg befut mondjuk ennek a műsornak köszönhetően, akkor nyilván már ezekkel is lehet operálni így a közönség kapcsán. Ugye elmondtad, hogy 2013 óta volt az ominózus szakítás, azóta foglalkozol zenével. Előtte is már kacérkodtál vele, csak vagy akkor jött hirtelen, na most akkor a zenével fog foglalkozni, lesz, ami lesz. Kacérkodtam, igen, csak hát ugye nagy volt a szerelem, és mm. minden időmet elvette az ominózus hölgyel való foglalkozás, és akkor ugye, hát mondhatom azt, hogy szerencsére volt ez a szakítás, és akkor ez volt a kezdőlöket végül igen. is. Érdekel engem is, meg szerintem a tévénézőket is, hogy kell zenét szerezni? Ugye ez a kérdés nagyon egyszerűnek tűnik, de mégsem olyan egyszerű, hogy először megvan a zene, úgy a szöveg, vagy a szöveg és a zene, vagy egybe az egész, te melyik receptet követed? Mert gondolom, ahány ember annyiféle adja. Így van. Én úgy szoktam, hogy ugye megvan mondjuk kiválasztok egy alapzenét, igen? mondjuk annak van egyfajta hangulata, igen? és aha. akkor ahhoz írok szöveget. Uh-huh. Tehát ez valamikor több hét, több hónap, persze. mire megírom, valamikor meg, nem tudom, 2 nap.
két nap alatt megvan. És akkor azt mondja, hogy jön a vezérhangja, mondjuk hajnal háromkor, akkor ott van a HB-s cert az ágyad mellett, a kockás füzet, és akkor eszembe jutott két sor, és akkor lesz majd belőle valami. Valahogy így, tehát buszon, mindenféle közlekedési eszközön, tehát ahol eszembe jutnak a rímek, ott azt leírom, és akkor amikor van egy nyugodt napom, mostanában nincsen, igen, akkor összerakom ezeket a különböző papírfelszínikán lévő rímeket, meg szöveget, és akkor hát végül is így születnek a zenék. Az alapzenét pedig, nem tudom, 60-70-szer meghallgatom, igen, mire ráillik a szöveg. Tehát. Hát igen, ez egy nagyon komoly alkotói munka. Ugye egyelőre még persze nem a zenélésből ész, és nem a nagy-nagy haknizásokból ész, aminek remélhetőleg eljön majd az ideje. Ugye hát nyilván dolgozni kell azért, hogy megéljél, és nem is a munkádra vagyok kíváncsi, hogy jut mondjuk a munka mellett erre időt, hogy van a munka, és ez is mindent félreteszel, vagy azért olyan sok időt, mint mondjuk elképzeljük, nem kell erre szentelni. Hát ez úgy van, hogy ugye, ha reggel elmegyek dolgozni, akkor délután hazajövök, és csak a zene, csak zene van, csak szövegírás van. Meg azért néha étkezek is, tehát ennyi. Fotoszintetizálsz, ez az a... Főleg most ez a műsor miatt, tehát két hónapja csak ez van. Sok pénz kell hozzá egyébként? Tehát ilyenkor az ember nyilván elképzeli azt, hogy van egy átlagos, szó jó értelmében vett átlagos hétköznapi munkát, keresel X összeget, de nyilván azért ezt sem adják ingyen, hiszen tényleg, hogy szokták mondani, ebben a világban a levegővételért is fizetni kell konkrétan. De. Ez azért sok pénz kell, hogy az ember mondjuk akár egyelőre még így, hogy vagy ebben az állapotban mondjuk egy ilyen durvább hobbi szinten zenéljen? Hát valamennyi összeg kell, természetesen, mint mindenhez, de hát hogy mondjam, hát kinek mennyi a sok, tehát. Tehát. Persze, hát mindenki maga szintjén nyomorog, van ez a mondás, így amit van. Általában tehát, szoktak mondani. Hát végül is lehetne több pénzt is beleölni, akkor nyilván nem itt lennék, igen, hanem följebb, de hát alulról legszebb, azt mondják, alulról legszebb egyébként. A kérdés, hogy beszéltünk erről a tehetségkutató, most már rengeteg tehetségkutató van, minden csatornának tényleg megvan a maga tehetségkutatója. Nagyon sokan jó véleménnyel vannak róla, nagyon sokan negatív véleménnyel vannak róla. Te mit gondolsz, mondjuk benne vagy így a tehetségkutatóban, és egy-kettőről ugye mondják is így a nagyobbakról, hogy mennyire mocskos egy belső közeg, és most nem is akarom minősíteni, mit gondolsz ezekről a tehetségkutatókról tényleg így őszintén? Jók, nem jók? Hát én úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy akik gondolom rosszat mondtak, azok nem kerültek be egy ilyen középdöntőbe, esetleg elődöntőbe, nem igen, tudom, tehát nagyon sokan mögöttem vannak, tehát olyan emberek is mögém álltak, hogy 15 éve nem beszéltem az illetővel, tényleg? És most rám írt, hogy látott és jó, tetszik neki. Aha. Persze van nagyon sok fújoló, de főleg az interneten. Hát ez mindig van, persze. Tehát mondják, hogy ez nem rep, meg stb. Ezt hogy tudod kezelni egyébként? Mert emlékszem, amikor én elkezdtem rádiózni, akkor hát nyilván, hogy az ember kap hideget, meleget az elején, és nyilván több volt, hál' Isten, a pozitív, volt az én negatív is. Én megmondom őszintén, ezt nagyon nehezen tudtam lelkileg kezelni, és így össze is oskadtam több esetben, úristen, miért mondja, amikor kiteszem szívem lelkem, meg ő azt mondja, hogy jó, meg az is azt mondja, hogy jó. Hogy tud ezt kezelni? Tehát így nagyon a lelkedre veszed ezeket a dolgokat? Hát az első két-három hétben nagyon én is, tehát láttam a kommenteket, hogy ez nem jó, meg ez nem rep, meg stb., meg hogy jelentkeztettem ilyen műsorba. De aztán túltettem magam, hát úgy tudom ezt kezelni, hogy nem olvasom el a kritikákba. Vagyis hát a kritikákat jól fogadom, ha építő jellegű. Igen, meg nem mindegy, hogy kitől gondolom, nem? Így van. Tehát azért gondolom, itt a tehetségkutató kapcsán egy-két tényleg mondjuk a szakmában valamit elért emberrel kapcsolatba kerültél, azt gondolom az ő véleményük nyilván nagyon-nagyon fontos számára, és van. Tehát mindig olyan emberek véleményére adok, akik hát azért valamit már elértek, tehát nem otthon reppelnek a négy fal között a családnak, igen, és ő nekik persze nagyon tetszik. Tudni kell kritikát is adni. Így van, igen. Azt szokták mondani. Én úgy ismerjük téged, egy nagyon-nagyon szerény gyerek vagy egyébként, tényleg. Látszólag. Színpadon ugye teljesen más, tehát én is a színpadon tényleg úgy előjön a szó jó értelmében belőled az az állat, amit élek kell a színpadra, de egyébként, hogy ismerek mondjuk magánéletben, hogyha beszélgetünk adáson kívül esetek, akkor te tényleg egy nagyon-nagyon szerény gyerek vagy. Vagy legalábbis nekem ez jól lesz, jól látom, vagy ez nem feltétlen van így. Hát, lehetséges. Tehát. Aha. Mondom, én ezt elhatároztam, tehát én ezt komolyan veszem, tehát
most nem akarom megjátszani magam, hogy én ilyen vagyok a hétköznapokban, nagy akármi, tehát én ilyen vagyok, színpadon meg másmilyen. Tehát sok dolgot megéltem, úgyhogy azokat pozitív. Tudom kezelni, azokat kifejezem a zenébe. Igen. Említettük ugye a videó megosztót, amit az interneten elérhető. Ugye sokan azt mondják mondjuk a régebbi sztárok közül, hogy hát manapság már sokkal könnyebb sztárnak lenni, mint mondjuk régen, mert ott az internet, főpakolod a tucadat, eljut egy csomó emberhez. Sokan pedig azt mondják, hogy ez azért nem jó válasz, és azért mondjuk nem feltétlen állja meg a helyét a valóságban, mert hát régebben azért volt egyszerűbb, ugye, mert akkor volt egy csatorna, maximum kettő, azt hiszem mindenki most megvan 6.442.000 csatorna, és az a nézők figyelme, mert rengeteg csatorna között hihetetlen módon megoszlik, és pont ezért jóval nehezebb, és ezért kell egyébként nagyobbat alkotni. Te ezt hogy látod, vagy foglalkoztatott-e mondjuk ez a kérdés valahogy régebben, de jó lett volna régebben elkezdem, mert könnyebb lett volna esetleg ez hát, a dolog? Én úgy gondolom, hogy biztos régebben könnyebb volt. Uh-huh. Ugye most minden rétegnek megvan az én esetemben a rap zenének minden rétegnek megvan a maga kedvenc, és akkor az kiválasz, ami neki tetszik. Uh-huh. Tehát úgy gondolom, hogy erre is lesz réteg, amit én képviselek. Tehát, persze. Igen. Minden. Hát ugye tényleg annyiféle zenei műfaj képviselteti magát, és azért csak megférnek egymás mellett Magyarországon. Ugye persze az egy más kérdés, hogy piacilag hogy, mert valaminek nagyobb nyilván, ott például említettük, hogy a tipikus fesztiválzenekarok, Well, Hello, Halott Pénz, akik tényleg sikert-sikere almoznak, és jól csinálják, amit csinálnak, hiszen nem véletlen szereti őket ennyi ember. Meg nyilván van olyan, ami azért a rétegebb kategóriába tartozik persze, és kevesebb, de megvan magának is ugye a masszív közönsége. Tehát, hogy jól kiveszem, te inkább akkor ez a populáris felé akarsz inkább elmenni. Így van. Csináltunk is most egy új zenét. Na. A tehetségkutató megismerkedtem egy úri emberrel, és ő, hát azt kell mondjam, egy hatalmas nyári sláger lesz, ha majd egyszer kijön. Uh-huh. És az is inkább ilyen, tehát minden réteg, ő idősebb, tehát ő ilyen 50-es. Uh-huh. Ugye ő meg tudja érinteni a, nem tudom, a 40-től 50-ig, meg talán a fiatalabbakat a repzenével, ő meg inkább énekel. Inkább énekel? Ő énekli a refrént, én pedig reppelek. És ez tipikusan nyára készült dalotok lesz, amit majd ugye akkor gondolom videó megosztón is. Így van. Remélhetőleg különböző csatornákon lehetséges majd hallani. Nagyon sokan úgy csinálják egyébként a zenészek, ugye ezt rádiósként nyilván tudom, és van rálátásom, hogy mindig készülnek az évszakokra, tehát mindig tudatosan csinálják egy nyári slágert, csinálják őszre, karácsonyra, notóriusan, tavaszra, tehát van egy, mit tudom, 3-4-5 slágerük egy évben. Ezt megfigyelted egyébként? Ez tényleg így működik a piacon belül, hogy így időzítenek a zenészek, és tényleg amikor úgy látják, hogy van egy kis piacérés, akkor gyorsan bedobom a dalomat? Szerintem mindenképp, tehát mindenképp így működik. Tehát, ahogy én most belelátok a dolgokba, tehát elkészülnek a szezonális, a nyári slágerek, a tavaszi, őszi, stb. Ugye halottak napja, szomorú zenét kell írni. Igen, arra karácsonyi is ünnepi zenét, tehát, tehát így mindig szezonra jönnek ki, úgy gondolom, a zenék. Ki a példaképed mondjuk akár a magyar zene, vagy akár mondjuk a külföldi zene, vagy éppen rapperek, vagy bármilyen kategória kapcsán, hát, vagy van-e? Sok példaképen van, mondjuk amik hatottak rám ugye 90-esekben a Gangsta Zoliék. Hát ugye, ez a gangsta rap, úgy definiáltuk. Igen. A magyarok között, ugye Gangsta Zoli, ugye nemrégiben elhunyt Mohamed is, és a kedvenceim közé tartozott, Majka is a kedvencem. Uh-huh. Ügyesek egyébként. Tehát... Igen. Külföldiek, hát ugye 90-es években szerettem meg a rap zenét, ugye volt Snoop Dogg, Ice Cube, Dr. Dre, ugye 2000-es években volt a 50 Cent, tehát én végigkövettem mindenkit. Mindenkiről mindent tudok. Mindenkiről mindent tudsz, igen. Ugye repszövegekben megfigyelt, hogy nagyon sokat káromkodnak, és egyébként szintén rádiósként tudom mondani, hogy nagyon sok zenét azért nem játszunk, mert olyan elképesztő mennyiségű káromkodás van benne, hogy egyszerűen nem éri meg játszani, mert ugye nyilván van egy erkölcsi vonulat ennek a dolognak, kettő a hatóság joggal egyébként büntet érte, és mondjuk csak olyan dalokat lehet játszani ebből a kategóriából, amiben nem káromkodnak, és szerintem se kell, hiszen nincs rá szükség, vagy hogyha van benne egy olyan szó, vagy maximum kettő, amit ki lehet fütyülni, és még élvezhető a hallgatónak, akkor azt tudjuk játszani. Neked mondjuk mennyire fordul a káromkodás a dalaidban, vagy a szövegeidben? Mellőződ, vagy azért alkalmazod? Hát a kezdeti időkben, amikor elkezdtem, akkor hát voltak benne csúnya szavak, de ez mostanára le lett
minimalizálva az egész, tehát maximum egy van benne, amit ugye ki lehet fütyülni, vagy kivágjuk azt az egy szót, és akkor az eredeti verzió az meg az internetre felmegy, és akkor ott, aki ott meg tudják hallgatni, hogy mi volt az a kivágott rész, esetleg a kifütyült rész. Az adal, ami a Tehetségkutatón szerepel, ez a Térerő című felvétel, ebben például van káromkodás? Van benne egy szó. Akkor nem mondjuk ki, hogyha csúnya? Nem. Annyira nem csúnya, de az is ki lett vágva. De nyilván gondolom arra törekezte is azért minél kevesebb, de minél ütősebb. Persze. Mennyire jön be ez az embereknek? Tehát amit ezzel foglalkozol, észrevetted-e, hogy mondjuk többen közelítenek feléd, mert látni téged a tévébe, többen akarnak barátok lenni, többen jelölnek be mondjuk a közösség, de ezt észrevetted? Persze, mindenképp. Tehát ugye vannak kollégáim, különböző falukban, meg megyékben laknak, és jönnek a visszajelzések, hogy hallotta, hogy kiment a kertbe, és akkor a szomszéd ezt az ominózus dalt játszott a rádióba, és arra mulattak. Miközben sütötték a szalonnát, vagy akármi. Igen, tehát ez egy érdekes. A munkahelyemen is mindenki ezt énekli. Tényleg? De ez egy jó érzés. Jó érzés. Ugye ott a másik eset, amikor ne adj Isten, mondjuk az ember lapátra kerül, vagy súlyesztőbe, akkor pedig hát ugyanezek az emberek, akik könnyen jöttek, könnyen el is fognak pártolni. Tehát nyilván itt azért szelektálni kell, ki az, aki úgy közelít hozzá, hogy barát, ki az, aki úgy közelít, hogy érdekből. Így van. És az nem feltétlen egyszerű. Megpróbáljuk szelektálni őket. Beszéljünk a jövődről, nem egyszerű dolog ez a jövő kérdés, hogy mondjuk, hogy meg kell érni, csomó minden változhat. 5 év múlva, vagy belátható jövőkép, 5 év múlva beszélgetnénk, akkor mi lenne az, amit mondjuk az elkövetkező 5 évben te biztos el akarsz érni a zenében és egyéb más területein az életnek? Mik ezek? Hát mindenképp ezzel szeretnék foglalkozni. Tehát ez az 5 éves tervem. Tehát ez az 5 éves terv. Tehát ezt szeretném csinálni, tehát csak ezzel szeretnék foglalkozni. Kicsit. Fellépni. Persze, mindenfelé. Barátnő esetleg most van az életemben? Jelenleg nincsen, tehát csak a tehetségkutató van, meg a zene van, jelenleg. És utána tehát nyilván az egy család. Én most ezt mindent feladtam ezért, 2 hónappal ezelőtt, tehát csak ez van. Hát én kívánom most neked tényleg, hogy ez így összejöjjön a jövőben. Szépen. Kívánom neked, hogy ne csak a színpadon legyél nagyon-nagyon bátor, hanem tényleg úgymond a magánéletben is, vagy a színpadon kívül is, hiszen kell ez a szakma, az nyilván nem kell elszállni az embernek, de kell egyfajta olyan, azt gondolom, olyan bátorság, amivel tényleg mutatja az ember, hogy én vagyok én, ez, és megingathatatlan vagyok az a hitemben, és te azt látom, hogy az vagy te is. Így van, így van. Tényleg nagyon sok sikert kívánok, és köszönöm hogy időt szakítottál. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.